Sziasztok, mi vagyunk a Groove House. Nézzétek ti is velünk együtt. A Party Shakers. Nap, mint nap, mint nap. Nap, mint nap, mint nap. Szevasztok, Somix vagyok, ez itt a Party Shakers. Tartsatok velünk a Jurta Klubba, a Földákon. Szevasztok! Ez milyen rendezvény? Mész haza? Ez mi a baszom? Megyek, megyek. Gyerekek, a Party Shakers elkezdte a munkát. Ide is bemondom, jó? Hello, sziasztok! A mai napon újra itt vagyunk Földákon, a Jurta Klubban, jelenleg a Groove House, de itt van velünk Szabi és Somix is. Hogyha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, az Instagramra és a Facebookra, és Vándor, tartsanak velünk a mai adásba, és érdemes lesz! A csórumába. De honnan jöttél ide elő? Én a tett helyszíne Földák, szóval Földákról. Ide valósi vagy akkor? Ide. Mivel érkeztél ide? Gyalog, biciklivel? Biciklivel? Azt még nem tudom, hogy még haza, de hazajutok. Mikor voltál itt legelőször a Jurtába? A legelső bulim. Ez mikor volt? 2 hónapja. Cosmix volt az első. Volt, Cosmix? Cosmix. Én elhiszem neked, én hiszek neked! Testvérem, az volt az első, Cosmix, ez biztos. Szóval, Csikolóba vártam magam, itt vagyok. Csajozási. Lehet itt csajozni? Persze. Felismerni téged, hogy ti azok a nagyon ivósok vagytok, vagy a nagyon bulizósok, a nagyon éneklősek, hogy ti melyik kategóriába tartoztak? 3 az 1-ben. Ahogy mondja. Néztétek a programokat, hogy egészen decemberig mik lesznek itt a Jurtában? Követitek így helyiként? Hát láttam úgy, ahogy ránéztem. Ne láttam aztán. Akit ismerek, az ez a Somix. Kiket ismertek az idei felhozatalból? Ennyi, Somix, ennyi. Mai napon itt van velünk a Groove House, de tudjátok-e, hogy decemberig milyen fellépők lesznek itt a Jurtába? Hát a jövő 26-án a Pixa, azt tudja, hogy én arra jövök megint. Múltkor is ezt mondtad. Szerintem te mindig itt vagy. Konkrétan igen. Hát azt kell, hogy helyi lakos vagyok, ez a legjobb buli. Az összes falut összehasonlítva, ami a környéken van, így vannak a legjobb bulik igazániból. Mikor voltál itt először a Jurtába? Hát meg nem tudom mondani, igazából sok lehetőségem lett volna. Úgy tudom, augusztusban volt egy nagy buli, ott itt voltam. Annyira megtetszett, hogy most visszajöttem. Ilyen nagy előadókat szeretem, az ilyen tényleg jó zenét játszó előadókat. Mit szólsz a rezidensekhez? Múltkor volt, amikor itt voltunk a DJ Vader, a Szabi, most a Somix. Hát jó a Somix egyébként, pont tudja, hogy kell válogatni egy faluba, ilyeneket kell játszani. Nagyvárosban nyilván mások a kritériumok, aminek meg kell felelni. Falura ez tökéletes. Tudod, hogy hol rezidens még? Hogy hol szokatnék fellépni? Hát nem nagyon tudom, az eredetéről sem tudok nagyon sok. Egy mellett, Monyarcvasén, a Magyar Tenger Diszkóba szokott lenni. Egyszer menj el oda és nézd meg, hogy ott miért játszik. Hallottam, hogy te ajánlod, mindenképp ott lesz. Úgy mondtad nekem itt a videó előtt, mi találkoztunk az East Western mezőtúron. Te ennyire országjáró vagy, vagy csak oda mit a sor? Lettünk haverral és akkor na, megtaláltatok minket. Megadtátok a módját ott is? Ott megadtuk, tudtunk, családbarát az egész, úgyhogy az is, de ez még családbarátabb, hogy azt mondja. Mit vettek a szomszéd utcába?
Igen, nem pontosan a temető utcájában lakunk. Na, és akkor hogy mentek haza? Biciklivel, gyalog? Gyalog, mint balog. Vándor! Ide légy a lágytól ég. Te jössz. Most én jó? Hát nem szóltál elő, nem beszéltük meg, várj, hogy van. Vándor, szívem ég a vágytól ég. Szabad igen útra kér. Vele neved őrzi még talán a szenvedély. Vándor! Vándor, szívem ég a vágytól ég. Szabad ég. Egyszerű. A legnagyobb piros gomb ezen a lófaszom, az itt található. Igen, ezt megnyomom, akkor itt jól történik. Megnyomod és minden kusba lesz. Akkor megmutatom a nézőinek, hogy ha én ezt megnyomom, akkor itt a hátam mögött csoda fog történni. Hogyha meg is figyelitek, hoppá! Figyelj, tesó, figyelj, itt ismerjük a piros gombokat, ugye? Na, hát itt most ez a piros gomb, ezt megnyomod, aztán nincsen lézer. Visszafele tekerni kell, tehát ez ilyen bajonett záras. Gyere, táncolj! Összetartás köztetek, mert lehet, hogy a mai rapperek között, meg a mai fellépők között nincs meg annyira, hogy az érdekel, hogy a régiek között ez megvan-e, hogy... Inkább azt kérdezzek, hogy ki tutál. Nálunk sem az volt ez a nagy összeborulás a zenekarok között, ez bár szerintem így, ahogy szépen teltek az évek, szerintem úgy lettünk egyre jobban, vagy legalábbis, most azt mondom, a Cosmix-szal teljesen jobban vagyunk, de együtt is nyaraltunk ugye velük többször. Most volt a kefirékkel például, jó, tök jóba vagyunk, de nem olyan a viszonyunk mondjuk, mint a Cosmix-szal, nem? Mint a Laláékkal. Desperado velük nagyon jobban, még a velük régi jobban, formációval. Velük is jobban vagyunk, de velük sem úgy, hogy inkább ez a találkozgatunk, és akkor nem az van, hogy elmegyünk egymás mellett, nem köszönünk, hanem hogy tök jó egymást látni. Szóval azért nem a Betty Láv, hát a Betty Lávék ott építkeznek szembe velünk, vele aztán teljesen jó a viszony, és hogy mindig találkozunk. Nem tudom, még rengeteg mindenki a jobban vagyunk egyébként, főleg a régiekkel, Happy Gang, velük is, vagy hát a Korival legfőképpen vele találkozom nagyon sokat. Igen, talán egyébként, akik így lehet mondani, de nem is a mi, szóval minket nagyon a retróba sorolnak, de valójában mi ugye 98-ban kezdtünk, és nekünk 2001-ben indultak be a nagy sikereink, ugye Hajnal. Na, két éves voltál, Hajnal, Hadadi, Vándor, ez a 2001-ben megjelent lemezünkön volt. Igen. Ugye például ilyen Soho Party, vagy Hip Hop Boys-t akartam mondani, Forever Club, meg ezek. Velük mi nem voltunk egyszerre színpadon szinte. Szerintem mi váltottunk, mi voltunk egy következő generáció. Ennek a korai retrónak voltunk egy következő generációja. Úgyhogy, de ettől függetlenül egyébként... Az előző generáció, mondjuk az Erikáig, tehát mondjuk Erikával én pont tök jóban vagyok egyébként, tehát úgy így egy, valamikor egy társaságban is járunk, vagy a Csepregé, vagy Ivánok a fia dobolt nálunk, szóval egyébként így velük vagyunk majdnem, hogy ilyen nagyon, sokkal jobban. Vagy a Kovács Kati, vagy a Karádi Katalin. Na, hol megyünk még vissza? Korda Gyuri. Vagy a Korda Gyuri. Hát, egyébként velük nagyon jóban vagyunk. Nagyon sokszor találkoztunk rendezvényekkel. Sokat beszélgetünk, felsoroljuk az egészen, ja, mindenki jóban. Ja, rohadt jó fej egyébként. Jó, de egyébként azt is elmondhatjuk, hogy a mostani generáció azt se tudja, kik vagyunk. Ez a legrosszabb és a legszörnyűbb. A múltkor beugrott az ölembe Marics Peti, fogalma nem volt szerintem, hogy ki vagyok. Ez a legszörnyűbb, már csak nem nekem, szerintem nekik szörnyebb ez, mert hogy ugye amikor mi jöttünk az Erikáik, meg úgy mindenki más után, akkor mi azért tudtuk, mert hogy ugye általuk kezdtünk el a zenével is akár foglalkozni, vagy példaképeink voltak, hát ez most azért megszűnt már szerintem tök más generáció, tehát hogy ők azért nem biztos, hogy minket hallgattak, vagy hallgatnak. Jó, de bemutatkoztunk azért. Szerintem ez sem lehet így általánosítani, mert például pont tegnap voltunk Budapesten az Összjogász Bálon, és több ezer egyetemista énekelte a dalainkat, meg mi rengeteg egyetemi buliban
megyünk, nagyon-nagyon sok helyre hívnak bennünket, hála jó Istennek. Én és előadókról beszélek. Igen, csak hogy azt mondom, de az körülbelül ugyanaz a korosztály, ez ugyanaz a korosztály, 19-20 évesek. Úgyhogy van az a generáció, aki ismer. Szerintem ő is ismer, ő is pontosan tudja, nem ment el. Hogy nem ugrott már nevetek. Szerintem még... Én inkább erre gondolnék, úgyhogy... De egyébként nem veszed, tehát a Manuel fogalma nem volt, hogy kik vagyunk. Akkor így át is vezetve, kicsit megfordítva, ti mennyire követitek a mai előadókat, tehát akár egy K. Kevin, Tideni, Lumenprala, vagy akár az említett halma. Hát nincs más választásom, mert a gyerekem ezeket hallgatja, úgyhogy Zsoltival... Ki mondta, az nekünk nincs meg. De lehet, hogy majd tudja. A Tideni megvan. Tegnap a BSV-vel léptünk fel, úgyhogy nekem ők is megvannak. Manuel egyértelmű, mert ugye ez a Judy kislányának a kedvence, úgyhogy Manuel koncerten már jártunk jó páron. Meg... Lumenpralának van egy úgymond a legnagyobb slágere, az Áncvály Policáj. Nem az, amire te gondolsz, hanem ez az új Áncvály Policáj, Mr. Lóva, Lóva, ez sincs meg. És próbáljuk követni őket, az újakat, meg nézegetjük így a videoklipjeiket, meg mi egymás, úgyhogy már amennyire tudjuk. Igen. Való világban. Így van. Egyébként abszolút. Hát most annyi új van, hogy én már nem is tudom követni őket. Igen, azért mondom, hogy ezt így nem tudom. Lehet, hogy két év múlva eltűnik, nem 25 éves karrierről tudunk beszélni. Igen. Nem sajnos. Igen, de biztos lesz majd közöttük is, aki fent tud maradni, és aki egy maradandót tud alkotni, úgyhogy mi drukkolunk meg. Meg jók ezek az új dalok, szóval teljesen jó. Én is, meg a feleségem is közel 16 évet húztunk le az éjszakában szórakoztatóiparban, és ugye hát a Covid által megtépázott lehetőségeket próbáltuk azzal kiaknázni, hogy megnyitottuk ezt a klubot. Hogy ami most nincsen, vagy megölte a Covid, azt próbáltuk újra megteremteni, és egyelőre úgy néz ki, hogy nagyon jó úton haladunk, mert a fiatalok szeretik, a közeli falvak, illetve kisvárosok, még nagyobb városokból is elég sűrűn jönnek emberek. Így van, így Csongrád megyéből elég sűrű vendégeink vannak. Isten igazából ilyen 40-80 kilométeres távolságban látjuk, hogy érkeznek hozzánk. Szájhagyomány útján terjedünk, ugyanis ugye mi nem egy sima kis diszkó vagyunk. Nálunk nincsen egy nyitvatartost este sem, relatív nagy sztár fellépő nélkül. Ugyanígy, ahogy kinyitottunk a Cosmix-szal, lett utána Erős és Pigiból, jöttek a Pete Juniorék, itt volt Josh és Betty, a Kerozin, most itt voltak, ugye pár perccel ezelőtt a Groove House vonult le a színpadunkról. Pontosan ugyanígy lesz majd a szilveszterünkkel is, amit már előre be is harangoztunk, illetve publikáltunk. Elég komoly kis line-upunk lesz. Lesz egy nagy Kerozin koncertünk, egy nagy Desperado koncertünk, itt lesz a Stronger, itt lesz a Catapult DJ, itt lesz Piggy Boy, itt lesz Somix, és itt lesz a Party Shakers természetesen. Mi is. Nélkületek buli nem létezik. Köszönjük szépen! Mi köszönt van neked Földeákhoz? Azért Keszthelyi vagy, a világ ország másik végén vagyunk. Hát ez úgy alakult, hogy a Bandika, aki csinálja a helyet, Siófokon kollégám volt. És úgy gondolta, hogy csinálja szórakozva ilyen Földeákon, és azt mondta, hogy Somix, ide te kell lesz. Így kerültem ide, Keszthelyről, majdnem minden hétvégén. Több emberen is láttam Somix-es pólót, meg mi is körbejártuk, és megvannak érted őrülve. Jobban, mint értem. Mi a titkod? Nem tudom, négy betű. Mennyire különböző, mint a Bonyarc-Vashegyi rezidenciád? Ugyanolyan zenéket kell játszanod, vagy hogy van? Hát, kicsit más, mivel falun vagyunk. Ugye? De is a háttérbe. De nyilván a Rostás Szabika itt perget a háttérbe, de egyébként brutálisan vevőek itt az emberek mindenre is, úgyhogy imádom őket. Mivel kisebb a település, szoktál itt kísérletezni, vagy nem? Hát egy-két kísérleti téma belefér, de nem szoktam nagyon túl erőltetni, tehát csak azok a zenék szólnak, ami biztos, hogy menni fog, tehát nagyon nem próbálkozok másokkal. Mire váratunk még különböző őszi szezonokban, zenei megjelenés, fellépések terén? Hát a fellépések azok gyarapodnak most itt az őszi szezonban, úgyhogy az mindenképp lesz mindenfele. Ide kurva sokat jövök, azt tudom, illetve hát hogyha lesz időm, akkor zenei megjelenésekre is lehet számítani. Elsősorban retro remixek fognak most készülni, legalábbis így terveztem, aztán egy-két saját zenével mi megtűzdelem, lesz ami lesz, majd meglátjuk. A mai napon újra itt voltunk Földeákon, a Jurta Klubban, a Groove House-zal, és ahogy halljátok, a Somix-szel.
tartsanak velünk legközelebb, és akkor egy újabb helyszínre vissza kell a party műsor, és ahogy arom, Somix nem bírja ki, úgyhogy gyertek velem, és már énekli is! A végén valami Amerika! Hopp, hopp.